2010-ben sokakban élt a remény. A Fidesz a kétharmados felhatalmazást egy nyugodt és fejlődő Magyarország érdekében fogja felhasználni. Még azok is próbáltak bízni ebben, akik nem a Fideszre szavaztak. Ez a film arról szól, hogy Orbán Viktor miként cáfolta meg ezt a reményt, és a Fidesz kormány hogyan tette tönkre Magyarországot. Milyen álmai Magyarországa? Elsősorban álmai Magyarországa. Nem Orbán Viktor a miniszterelnök, és nem az történik, ahol itt van, ahol nem kell bizonygatnom azt, hogy én magyar vagyok, ahol nem kell megvédenem az én identitásomat, ahol nem kell kuporgatnom ahhoz, hogy a hideg vízre valót összegyűjtsem, ahol nem tapasztalom azt, hogy mindenki a környezetemben spriccel el innen menekül. Én ezt szeretném, hogy Magyarország egy szabad és a jövőben néző Nyugat-Európához tartozó ország lehessen, ne pedig egy retrográd kelet-európai antidemokratikus képződmény. Magyarország mindig is a tehetséges és szabadság szerető emberek otthona volt. Mi váltottunk először rendszert a régi országai közül, sokáig a gazdasági fejlődésünk és a demokrácia kiépítése tekintetében is mintaországnak számítottunk. 2010-ben is sokan bíztak abban, hogy a Fidesz kétharmados ereje elég lehet ahhoz is, hogy ezeket a dicsőséges hagyományokat folytassuk. Ezt erősítsük. Nem így történt. A második Orbán kormány megalakulása óta eltelt 3 évben nem mi, magyarok lettünk rosszabbak, nem a képességeink, az előnyeink fogytak el. A kormányunk lett rosszabb, és vele az ország olyan, ahol nehezebb élni. A mi dolgunk most az, hogy kiderítsük, mi történt velünk, mi a baj, min és hogyan kellene változtatni. A Fidesz és Holdudvara szókincse ma már csak a háborús kifejezésekre korlátozódott. Megoldása is ezt tükrözik. Mindig mindent és mindenkit megtámadni, elzavarni, legyőzni akarnak. Kurva anyádat kamerázd, bazd meg! Kölcsök zsidó gyerek, bazd meg! Csak csata van, és nem párbeszéd. Ha egy kormány jó intézkedik és jól halad az ország, akkor minek mellette béke menet? Orbán Viktor jelentős közpénzekkel kitömött Holdudvara létrehozott egy szervezetet. Ez a békemenet. A háború újra fog kezdődni. Ez a Bayer Zsolt, akinek a szájából ezek a szavak törnek elő, ez a békemenetnek az egyik főszervezője és élenjárója. A fenyegető transzparensekkel, gyűlölettel teli szónoklatokkal vonuló csapat feladata lett a kormánypropaganda. Ők mondják ki azokat a mondatokat, amelyeket Orbán Viktor nem mer, vagy nem akar felvállalni. Ők az élő bizonyítékai annak, hogy a Fidesz egy hangos, agresszív, önző kisebbség. Az Európai Unió gyakorlatilag, mint egy útonálló, zsarolja a Magyar Köztársaságot és annak kormányát. Ezt önök soha ne felejtsék el. Gusztustalannak tartom azt, hogy manapság divat a rasszizmus, divat rasszistának lenni, antiszemitának lenni, hogy ezzel kapkodják bizonyos pártok a fiatalokat, hogy gyere ide, mert mi mindenkit utálunk, és ahhoz képest vagyunk magyarok, hogy ők mennyire nem. Szerintem ez egy nagyon rossz retorika, és egy nagyon rossz gondolkodás. Bárki bármit is próbál, Magyarországon a magyar gárda az úr. Magyarország a magyaroké. Sámánok, Fidesz káderek 100 000-nyi gyűlöletbe torzult arc jelentené a Fidesz békét. Hogy az egyes politikusok halálát kívánó transzparensek, az üvöltő agresszió menete mitől békemenet, az nem derült ki. Orbán Viktor egy kicsit belebolondult ebbe a hatalomba, nem tudja kiereszteni a kezéből, és ez egy nagyon veszélyes dolog, és nincs körülötte senki, aki fékezhetné. Orbán Viktor maga a Fidesz, és maga a kormány, és nincs senki, aki egy picit is egyenrangú partnere lehetne, és ő erről tesz. Orbán Viktor 2010-ben kétharmados parlamenti többséget szerzett. Az ő értelmezésében ez korlátlan teljhatalom. A Fidesz kormányzása súlyos károkat okozott. Mély sebeket ejtett Magyarországon. Orbán Viktor elvesztette a józan eszét, a hatalom a fejébe szállt, és az igazságtalanságot akarja konzerválni. Eközben a kormány sikerpropagandája teljesen elszakadt a valóságtól. Propagandára többet költünk, mint tényleges változásokra. Orbán Viktor szerint Magyarország egy európai sikersztori. Matolcsi tündérmesének páratlan gazdasági sikernek tartja az elmúlt 3 évet. Az emberek ezt nem így érzik. Nem itt tapasztalják a hétköznapokban. Hungary is headed
for disaster, and the economy is headed for the rocks. You would say they are wrong and firmly wrong. Absolutely. It's nonsense. It's nonsense. The Hungarian fairy tale or the Hungarian example will be a successful one in a year time. Jó kérdés egyébként szerintem, hogy mire ilyen pökhendi Orbán Viktor és Matolcsy György, amikor azt látjuk, hogy romokban van a gazdaság, és nincs befektetés, és egy helyben toporgunk. Egy hazugságot felépíteni sokkal egyszerűbb, mint valódi változásokat létrehozni. És megérthetjük könnyen a kormányzat motivációját. Azt szeretnék, hogy 2014-ben őket újra válasszák. Sok-sok ciklusig, tehát rendelkezésre állok. Tönkretette a magyar gazdaságot, és az általa hozott intézkedések teljesen ellehetetlenítik az országot. Hatalmas ollót nyitnak a gazdagok és szegények között. A középosztály fokozatosan szegényedik. Matolcsy György azzal sem érvelhet, hogy a növekvő szegénység az ára a magyar gazdasági sikereknek. Tavaly ugyanis nemhogy növekedés nem volt, de az év egészében 1,7%-kal zsugorodott a magyar gazdaság. Akkor is zuhanunk, amikor a régióban mindenki más képes növekedni. Az egykulcsos adó nem segít, csak a felső 10 000-nek. Ezt személyesen tudom, mert van ismerősöm, akik azóta 50-100 000 forinttal többet kerestek. Az unortodox gazdaságpolitika lényege, hogy Matolcsy szerint az egész világ, az összes közgazdász, az összes szakértő, valamint az EU is rosszul számol. Csak neki van igaza. 500 milliárdot vettek ki a gazdaságból az eltelt 2 év alatt ezzel az egykulcsos személyi jövedelemadóval. A 16% a személyi jövedelemadó csak a gazdagokat segíti, a középosztályt meg attól lefelé azokat csak elszegényíti. Folyamatosan vékonyodik az a társadalmi réteg, amelyik munkájával, adó befizetéseivel eltartja Magyarországot. Az agyonadóztatott és kizsigerelt középosztályt a Fidesz eltünteti az országból, vagy szegényé válnak, vagy külföldre menekülnek. Ez Orbán Viktor európai sikersztoria. Az egykulcsos adó bevezetése, az adójóváírás megszüntetése és a rekordméretűre emelt áfa mind ugyanazt célozta. A gazdagok gazdagabbá, a szegények nyomorultá váltak. Idős emberek éheznek, lakásukban megfagynak, mert nincs tüzelőre pénzük, az életmódjuk elkeserítő, és sajnos nem látok belőle egyelőre, annyira nem vagyok optimista, hogy meglátnám a kiutat. Amikor parlamenti képviselő urak, akik napi szinten keresnek 47 000 forint körüli összeget, megállapítják, hogy 47 000 forintból vidáman meg lehet élni. Bruttó 1 700 000 forintot keres az a fideszes képviselő, aki szerint havi 47 000 forintból is meg lehet élni. Itt sem meg lehet élni 47 000 forintból. Azt hiszem, igen. Ez összesen több, mint 1 726 000 forint havonta. Azaz Zsiga Marcell napi bruttó 57 000 forintból él. A Fidesz az idősek békés öregkorát is veszélyezteti. A kiszolgáltatott, elesett nyugdíjasokat ez a szociális rendszer az árok szélén hagyja. A dráguló gyógyszerek, a sorra bezárt kórházak által Orbán Viktor elítéli azokat a magyar nyugdíjasokat, akik tőlünk nyugatabbra hosszú, egészséges életre számíthatnának. Nem megmentették, hanem elpusztították a magyar egészségügyet. Félő, hogy amikor elkövetkezik majd, hogy műtétre kerül sor, akkor egyszerűen nem lesz pénze az egészségügynek, és nem lesz szakorvos, aki ezeket a műtéteket elvégezze. Nincs, ami tulajdonképpen az én korosztályomnak megteremtse azt, ami a hátralévő években szükségünk van, ez pedig a nyugdíj. A Fidesz növeli a különbséget a gazdag és a szegény gyerekek iskolái között. A tehetős családok gyerekei mindent megkapnak, míg az elszegényedő többség iskoláiban maga a kormány az általa létrehozott Klebersberg központ nevében viszi el a tanárok alól a széket, a gyerekek elől a számítógépet. És elviszi a pénzt is, amiből az iskolát működtetni lehetne. Az a helyzet, hogy tanárként teljes állásban indulni elég nehéz óraadóként, és 70 000 és 90 000 forint között van nettó. Eközben Hoffmann Rózsa tanulmánya 14 000 pedagógus elbocsátásáról szól, nem törődve azzal, ki és milyen körülmények között fogja tanítani a gyerekeinket.
A hullapelyhest énekeltette el Hofmann Rózsa államtitkár a minisztérium nyílt napjára összegyűlt vendége. Szócska Miklós az egészségügy helyzetéről beszélt, Hofmann Rózsa pedig öktönzött francia órát tartott. Quand toi poule vont ton chant. Aztán dalra is fakadt. Először csak magyarul. Vidám ének hangja száll. Majd franciául énekelt. Quand toi poule vont ton chant. A hullapelyhes fehér hó és az államtitkár előadása nagy sikert aratott, kérdezni mégsem engedett Hofmann Rózsa. A maihoz hasonló nyílt napokat a jövőben is tervez még a kormány. Ezt tartom nagyon szomorúnak, hogy ebből a szempontból nincs fejlődés. Tehát, hogyha az ember egy kategóriában jobban szeretne keresni, akkor két dolgot tehet, vagy elhagyja a pályát, és valami mással foglalkozik, ahol jobban megfizetik, vagy másodállást vállal. Igen, lényegesen egyszerűbb volt tovább tanulni. Aki akart, könnyen megtehette, hiszen olyan ösztöndíjrendszerek voltak, amivel egy jobb tanuló könnyen át tudta vészelni némi szülői segítséggel és háttérrel persze ezeket az időszakokat, de ma ez szinte megoldhatatlan feladatot ró a családoknak. 2008-ban még olyan elszántan mondta a Fidesz, eltöröljük a tandíjat, tandíjgyilkos oktatási minisztert, ingyenes diplomát, szélesre tárt egyetemi kapukat ígértek. Mi még elvégezhettük az egyetemet, mi még többre vihettünk, mi még előbbre juthattunk. Ehhez képest 10-szer akkora tandíjat vezettek be, mint ami ellen ellenzékből küzdöttek. Ha tandíj lett volna, akkor én ma nem állnék itt. Ha tandíj lett volna akkortájt, önök közül nagyon sokan nem ülnének ma itt. Orbán Viktor, Kövér László és a többi fideszes politikus ingyen kapott jogászdiplomáik birtokában írnak olyan törvényt, hogy mostantól csak a gazdagok gyermekei mehetnek jogi egyetemre. A felsőoktatás állami támogatásából pedig több 10 milliárd forintot vettek ki. Ráadásul ezt a pénzt foci stadionokra költik. Én a B közében nőttem föl. Tehát innen nézve elfajzás a VIP-páholyban meccset nézni, de hát nincs mit tenni. Vannak kötelezettségek is az életben. 10 milliárdokat költenek foci stadionokra, amit az újabb és újabb adók által szednek be. És ne higgyünk a hazug szavaknak. Ezeket a terheket végül mindig áthárítják, végül mindig mi fizetjük meg. Nagyon szeretek minden sportot, futballt is szeretem, de ennyi pénzt ráköltünk csak azért, hogy soha nem érünk el eredményeket. Mondják meg nekem azt, hogy miért fontosabb az, hogy a futballban meg stadionokban sokkal több pénzt fektetünk, mint az oktatásban, ami pedig a jövőnek a kulcsa. A Fidesz a kultúrát is a maga képére igyekszik formálni. Betiltások, leváltások, pártkatonák, percemberek topzódnak. Kötelező ízlést ír elő, és aki ettől eltér, azt már nem is tekintik magyarnak. Kerényi Imre és Fekete György lett az igazodási pont. Százezrek menekülnek el külföldre egy jobb élet reményével. Magyarországon ma nem lehet megélni. Egy londoni pizzafutár, egy berlini takarítónő is többet keres, mint egy két diplomás fiatal magyar pedagógus. Ezer gyökérrel kapaszkodunk ide, és undorítónak tartom azt, hogy ilyen helyzetbe kerülhetnek fiatalok tömegesen, hogy nincs más választásuk a boldogulásra, csak az, hogy kimenjenek. Én nem akarok elmenni innen, így szeretnék maradni. Az én barátaim azért mennek el, mert egyszerűen nincs anyagi lehetőségük arra, hogy boldoguljanak. A Fidesztől gyakran hallani, hogy ők munkahelyeket teremtenek. De milyen munkahelyek ezek? Ébérért foglalkoztatott közmunkások serege, és önmagában életképtelen vállalkozások össze-vissza támogatása. Nem véletlen, hogy ma a kormány legfőbb kritikusai a vállalkozók. Ha egyszer nincs tőke, nincs piac, nem tudja eladni a terméket, akkor egyszer ez a vállalkozás, ez csak egy humbug. Ez nem igaz, ebből nem lesz semmi. Képtelenség. A különadók és a multi ellenes harc eddig egyetlen eredményt hozott. Sorra dőlnek be a munkahelyek, újak pedig nem létesülnek. Ennek pedig súlyos ára van. Ma 4 millióan élnek szegénységben, és 1,5 millióan a létminimum alatt. Ahol nincs munkahely, ott fogy a nemzet. A gyermekvállalás olyan felelős döntés, ahol évtizedekre előre kell tervezni. A növekvő munkanélküliség azonban ennek is gátja. Évente 30 ezerrel kevesebb gyerek születik az országban, mint ahány magyar elhalálozik. De jó lenne, hogyha megengedhetném magamnak azt a luxust, idézőjelzem, hogy akkor alapítsak családot, amikor szeretnék, és nem akkor, amikor lehetőségem van rá. Ezt változtatni kell az ország helyzetén, és támogatni azokat a
családokat, ahol a gyerekvállalást ezt tudják segíteni. Hát, ha nincs munkája, a lehetőségei korlátozottak, nincs jövőképe, nem tudja elképzelni, hogy mi lesz a sorsuk a családoknak, akkor hogy mer vállalni gyereket, mire vállaljon gyereket? A mai munkanélküliek kiszolgáltatottabbak, mint bármikor a rendszerváltás óta. Csak a könyöradományok, a jótékonyság segít nekik elviselni a hétköznapokat. De ebben se számíthatnak a kormányra. Orbán Viktor egyre jobban megkurtítja a szociális juttatásokat. Egyre kilátástalanabb helyzetbe taszítja a nélkülözőket. Ennyi ember, aki például karácsonykor sorban állt egy meleg ebédért, egyértelműen alátámasztja, hogy az embereknek napi gondjaik vannak. A Fidesz kormány működése akkor érthető meg igazán, ha Orbán Viktor pártjának gazdasági hátországát is megvizsgáljuk. Úgynevezett oligarchák, azok a milliárdosok, akik kölcsönös függésben élnek a kormánypárttal. Ők finanszírozták 8 éven át a Fidesz holdudvart, és cserébe most ők raknak el 100 milliárdokat a közpénzből. Maga a sikertelenség emblematikus figurái a miniszterelnökkel az élen Orbán Viktorral, a gazdasági miniszterünkkel Matolcsi Györggyel, a miniszterelnöki hivatal vezetője Lázár János, és ezt lehetne ragozni Simicskával, igaz, hogy ez nincs benne a kormányban, de benne van a korrupcióban, mert a különféle munkákon keresztül, a pályázatokon keresztül rengeteg pénz vándorol hozzájuk, a közgép pénz és kasszába. Egyszerűen van egy középosztály fölötti réteg, akikkel nagyon jól el van, úgy látszik, hogy azt gondolja, hogy ebben nem tudja látni a világot, és az összes többi 4-5 millió ember majd csak valahogy eltűnik a sülyeztőben. Ki fontos Orbán Viktornak? Az őt szolgáló udvari művészek, a tőle függő karrierpolitikusok, a foci lelátón mellette üldögélő nagyvállalkozók, a gazdagok, akiket az Orbán rendszer tesz még gazdagabbá. Csak a saját klientúrája a fontos. A nagyívű tervekből és ígéretekből szomorú valóság lett mára. Megtanultuk, hogy mi az a negatív növekedés. Tudjuk, hogy az átmenetinek mondott adó örökre velünk marad, kivetve csekkre, chipsre, telefonkábelre. Az emberek, akiknek a nevében beszélnek, akiknek a sikereit és jólétét ecsetelik, valójában az ő embereiket jelentik. 2010-ben Orbán Viktor egyértelműen kijelölte, hogy kinek kell vállalnia a felelősséget a következő 4 évért. Azt írták a plakátokra, csak a Fidesz. Ha azt kérdezzük, ki tette tönkre Magyarországot? A saját szlogenjükkel válaszolhatunk. Csak a Fidesz. A szabadságharcnak nevezett gyűlöletkampány egy hatalmas hazugságra épül. Orbán Viktor már 2011 nyarán a Bálványosi Szabad Egyetemen hanyatló nyugatot, Magyarországra támadó Európai Uniót vizionált. Orbán Viktor azt nem gondolja végig, hogy mi lesz, ha ő már nem lesz, mi lesz itt 40 év múlva, mit hagy ő itt maga után. A Fidesz most sem mond igazat, konszolidációt, enyhülést és jólétet ígér, de mindennek pont Orbán Viktor, Kövér László és Bayer Zsolt a gátja. Nem lesz enyhülés, mert Orbán Viktor csak az erőből ért. Magyarország háborúban áll. És csak az erőszakos megoldásokat ismeri. Nem enged senkinek, nem hallgat senkire, holott ma már a magyar választók döntő többsége azt szeretné, hogy menjen végre. Magyarországnak az az érdeke, hogy mielőbb korai nyugdíjba küldje a politikában megfáradt, józan ítélőképességét végleg elvesztő Fidesz elnököt. Ma már káros minden pillanat, amit a közéletben tölt. Orbánnak mennie kell, a Fidesznek pedig vele együtt buknia.